Gondosan csutakolja lovat Kinga, aki mindig is szeretett törődni az állatokkal, ezért is választotta a lovász szakot. Most vagyok végzős, idén fogok végezni. Azért jöttem erre, mert mindig is szerettem a lovakat, és ugye otthon is megmondták, hogy lovas lesz, lovas iskolába jövök, és én így a fejembe vettem, hogy akkor ezt így megcsinálom. Ezután hogyan fogod folytatni? Van már állásod esetleg, vagy tovább tanulsz? Még nincs. Megpróbálok itt érettségire eljönni. Az itt végzett tanulók többsége könnyen el tud helyezkedni. Külföldön, főleg Ausztriában, de Magyarországon is egyre több lehetőség kínálkozik a pályakezdőknek. A Földművelésügyi Minisztériumhoz az országban 59 oktatási intézmény tartozik, többek között a Veres Péter szakiskola. A legfontosabb feladatunk az az, hogy ezeknek az intézményeknek a működését egymással összehangoljuk, és alkalmassá tegyük arra, hogy az agrárgazdaságban jelentkező munkaerőigényt képes legyen biztosítani. Az elkövetkező években nagyon komoly források fognak rendelkezésre állni az élelmiszeripar fejlesztésére, ezért mi ezt egy kiemelt területnek tartjuk, egy olyan területnek, ahol megerősíteni szükséges a szakképzés rendszerét is, de hiány szakmaként jelentkezik a gyakorlati tapasztalatok szerint a mezőgazdasági gépészet is, úgyhogy szeretnénk a feltételrendszert javítani ezen a területen. A győri intézményben már elkezdődött a 2015 és 2016-os tanév beiskolázása. Új szakok is indulnak, mondta híradónknak az iskola igazgatója. Az egyik a szakközepes képzés, tehát ami mostantól kezdve már szakérettségivel zárul a negyedik évfolyam után, és utána egy év technikus képzés történik. Ennek keretében képzünk jövő tanévtől mezőgazdasági technikusokat, illetve a szakiskolai képzés keretében pedig a meglévő szakmáink mellé besorakozott a mezőgazdasági gazdaasszony valusi vendéglátó képzés. Bár a mezőgazdasági szakiskola már nem a győri önkormányzathoz tartozik, ettől függetlenül a városban zajló képzés sokoldalúságát mutatja minden jól működő oktatási intézmény. Ezek az iskolák, amelyek hosszú-hosszú éveken keresztül, és itt most a Veres Péter szakiskolára beszélek, beépültek a városba, beépültek a város életébe, és egy nagyon sikeres oktatási szisztémát valósítottak meg. Valahogy mindenképp hosszabb távon az lenne a jó, hogy igaz, hogy most a működtető és a fenntartó jelen esetben a Földművelési Minisztérium, de mindenképp egy szoros kapcsolatot képzelnék el a város és a fenntartó között. A mezőgazdasági szakokat a Veres Péter iskolában jövőre azzal is népszerűsíteni próbálják, hogy a 8-os diákoknak nem kell felvételit írniuk, hanem a hozott pontszám alapján kerülhetnek be az intézménybe.